Nagy Kanizsa közkedvelt tavának legnagyobb példányaira vadásztak az elszánt csapatok 4 napon keresztül 24 órában. Tehát éjszaka éjjel-nappal fognak horgászni a versenyzők, és ugye egy segítő brigáddal, egy szervező gárdával pedig itt vagyunk az önkormányzati vendégházban, azzal a célra, hogy milyen is ugye a csapatoknál fogás van, ilyenkor azonnal megyünk, hiszen a versenyben a fogás követően a halak mérlegelés után azonnal viszonylag engedve a vízbe. A legutóbbi nagyhalfogó versenyt Éder László és csapattársa Dénes Csaba, vagyis az Elend Csé-Kárp team nyerte. Ők szintén megérkeztek idén is a tóhoz. Tavaly évben sikerült kiúznunk az első helyet, ami nagyon fontos szerintem, mert nem mindegy, hogy a pályán ben vagyunk a mezőny közepébe, vagy pedig tudunk húzni egy olyan helyet, ami a szélső, és ugye a beérkező halakban nagyobb eséllyel találkozik a micsalinkkal a hal, mint mondjuk bent a sűrűjébe. Ez nagyon közrejátszott, meg a másik fajta, hogy bízni kell a csalvit az emberhoz. Az időjárás, mint minden alkalommal most is befolyásolta a kapásokat, de ez a résztvevőknek nem szegte kedvét. És hogy valóban non-stop pecáról volt szó, felvételénk is bizonyítják. 5375. Mérlegelés volt az egyik álláshelynél a verseny egyik éjszakáján. A halat éppen vissza akarták engedni, amikor megszólalt a kapásjelző. Ott a kapás! Repül a kapás! A pátyja kifogott hala ugyan nem érte el a versenyben résztvevő 4000 grammos határt, de a lekötött példányuk a mérlegeléskor 11400 grammot nyomott. Harmadik alkalommal vettek részt a versenyen, és már a második nap után elégedettek voltak. Az első nap nagyon belehúztunk igazából, sok nagy volt a különbség az első és a második között, aztán kicsit visszaesett, és az első csapat mellettünk jobbra sokat fogott, azt úgy utolértek minket. Ez a bizonyos este több csapatnak hozott szerencsét. Pár méterrel a pátyiaktól a tavalyi győztes akasztott egy szép példányt. Most. Két nap hűvös, borongos nap után kisütött a nap a nagykanizsai csónakázótó felett. A csapatok folyamatosan változtatták a technikát, de persze minden titkot nem árultak el a kamera előtt. Egyelőre elég jól megvagyunk, bár vannak kisebb-nagyobb szünetek, úgyhogy dolgozunk rajta, majdnem egy 24 óra vissza van. De nem csupán a visszajáró, tapasztaltabb horgászoknak volt szerencséje ezen a versenyen a Nagykanizsa határában. A negyedik Carp Cup-on újoncok is voltak, a Zero csapatának tagja Simon Barnabás, a mohoz halőre, eddig csak szervezőként tudott részt venni a versenyen. Bárki, aki elindult ezen a versenyen, tehát aki rosszul érzi magát, az hazudik. Tehát én látom, végigjártam én is a csapatokat, ugye azért elmehettünk szomszédolni, ha az egyik tag itt marad, akkor átmehettünk ide-oda, amoda. Nagyon jó csapatok jöttek össze, tehát egy része a peca ennek az egésznek, a másik része az a barátkozás, sütés, főzés, evésivás. Szerintem jó hangulatban nincs hiány. A negyedik Csó-tó Carp Cup győztese a pátyi csapat lett, 46 darab kifogott, méretes ponttyal és 304,3 kg-mal. Az első helyezett Pátykár BB Team